Üdvözlöm a kedves nézőket, Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látják. Tavasszal azzal a szándékkal látogattam el a Dunatasi szakaszára, hogy az ott élő nagypontyokból fogjak pár darabot. A horgászat előzménye az volt, hogy Siket Mátét ezt horgászunk, egy napon azzal hívott fel, hogy a tasi zsilip alatti részen nagytestű amurokat látott sütkérezni. Másnap kiszaladtam vele körbenézni, de természetesen az amuroknak már nyoma sem volt, viszont ahogy álltam az Osztósziget spiccén, és néztem, hogy a Kis Dunából átbukik a víz, és beleszalad a Nagy Dunába, megfogalmazódott bennem egy érzés, ide vissza kell jönnöm pontyozni. Első alkalommal a horgászatot a Tasi hatos részen, az Osztósziget és a Nagy Duna közötti részen, félúton, a bal parton kezdtem el. Szélyenboldira érkezett egy jelentkező húzós kapással. Megpróbálom fölhúzni víztetőre, úgy látom sikerült is. Mert itt nagyon sok hagyló van, ami elvághatja a zsinort. Első tasi bojlis pontjom, bedobás után körülbelül 4 órával jelentkezett is. Kis gombóc hasa van, nagyon jól néz ki. Nem engedek neki sokat, nehogy lemenjen itt a kövek közé. Brutál milyen erőkön ezeknek a halaknak. Látszik, hogy még nem igazán voltak horgon. Érdekes, hogy a horog a felső ajakba akadt. Jól tartotta. 15 kg 80, 16. Jaj! Hát itt 16 kg. Körli pontját sikerült fogni itt a Tason is. Hát ez egy fantasztikus éjszaka. Egy nagyon szép pontja van. Próbálom kifordítani a sodrásból. De lassan sikerül is. De szép a múl! Bojlira! Éppen a szomszédokhoz mentem át ide mellém beszélgetni, mert busáztak, és akkor érkezett ez a gyönyörű a múl. Hú, a Dunából még nem sikerült ekkora a múlt fognom, hatalmas hasa van. Gyönyörű példány. Azt a mindenit, ekkora pocakot. Hogy megy. Ennek aztán van ereje. Van súlya.
Dunából ilyen halat akasztani. Azt a mindenit, milyen ereje van. Próbálom fölemelni. Muszáj erőltetnem, mert itt nagyon sok minden van a víz alatt. Akadók. Kajdlók. Azt a mindenit, mekkora. Mennyi, Ricsi? Mit akarod a kezedbe? 17,5. Következő alkalommal az Osztó-sziget spiccére látogattam ki, ahol a folyó és az állóvíz találkozását horgáztam meg. Csalinak 1 szem 20 mm-es BCM plusz bojlit használtam, amelyet időnként 1 szem 10 mm-es BCM popáppal tettem vonzóbbá a pontyok számára. Első hala. Milyen kirolmása van. Nagyon gyönyörűek ezek a dunai halak. Milyen ereje van ennek a ponynak. Nem rossz hal, csak most húztam be a jelölésem, nagyon elszaladt. Sikerült kihúzni ide a part elé, de még mindig nagyon komoly ereje van. Igazi nagyhasú dunai tükrös. Nagyon komoly erővel küzdött. Jó, kiszaladt a világból. Az előző duci ponty után most egy igazi nyurga testű tőpontyot sikerült fognom a Dunából. Hatalmas élmény most a horgászat. Máskor is, de most igazán. Kapás, kapás! Megvan! Csodaszép kereken 16 kilós tőpontyot sikerült fognom. A kameramen az hazament, úgyhogy teljesen egyedül vagyok. És egy kedves porit kértem most meg, hogy vegye fel a halat. Remélem, hogy jó lesz a felvétel. Köszönöm szépen a segítséget! Ezt a bitang nagy töves nézzétek meg! Ez egy álomhorgászat ismét a Dunán. Ilyen gyönyörű halakat fogni, és ilyen erős halakat.
látszik, hogy vadvízi halak, és még nem fogta meg őket senki, mert az életükért küzdenek. Nagyon nagy erő van bennük. Ezen a helyen a második éjszakát töltöttem el, amikor is megérkezett az a hal, amire igazán vágytam. Csak most jött be a jelölés. Kapás az nagyon húzós volt, mire kiértem addigra, ezek szerint nagyon sokat lehúzott. Nagyon nehezen adja magát. Most már egy jó ideje fárasztom ezt a halat. Hatalmas ponty, most látom csak a méreteit. Kitölti az egész matracot. Lássuk az igazságot. Hát ebben most benne volt majdnem. Lassan, nézd meg, hogy mennyi. Azt a mindenit. 20, majdnem 22 kg, igaz? Pontosan mennyi? 21,8, ha jól látom, 22? 22. 22. Az mai rekordom. A második, azt a mindenit, a második hely, ahol bojdizom a Dunán, és itt is sikerült megfognom egy 20 felettit. Azt a... Nappal látszódik igazán, hogy mennyire sötét színezetű ez a hal. Ismétlem önmagam, de ez egy álomhal. Minden egyes ponty húzós kapással jelentkezik, és utána hiába próbálom megfékezni a 28-as főzsinórral, legalább egy 40-50 métert még leszalad. De szép ponty, aztán minden. Van. Változatosság kedvéért most egy nyurga pontyot sikerült fognom. A hosszához méltó volt az ereje is. Valami megugrott a zsinór. Jaj, de rossz érzés ez, hogy elvágja valami a kereken. Ehhez a horgászathoz 366 cm hosszúságú, 2,75 libra testgörbélyű botokat használok, 14000-es méretű orsokkal, amelyeknek a dobjaira 28-as fonott zsinór kerül. A fonott zsinórba az utolsó körülbelül egy olyan 1,5 méteres szakaszon belekötöttem egy 60-as fluorokarbon zsinórt. Ugye ez a 60-as előtét zsinór ez pont azért került fel, hogy ha mégis fenék közelbe védekezik a ponty, akkor ne vágja el olyan könnyen a kagyló. Egyébként egy-két rece ezen is érződik, azért egyszer-egyszer sikerült nekik letörni fenék közelbe, de jó részt azért ezzel a brutál szerkóval sikerült őket megállítani, és ki is fárasztani utána. Az előkém az körülbelül 20 cm hosszúságú, amelyet bevonatos fonott zsinórból kötöttem. A forgóra pedig ráhúztam egy gumikúpot, hogy dobáskor az előtét zsinórra ne tudjon rátekeredni, ez nagyon szépen eltartotta. A horog előtti 1 mm az le van hámozva, így nagyon könnyen mozog a horog. Jól látható, hogy milyen jól fordul,
hiába van fejjel lefelé a horog, meghúzom és egyből befordul. Ez köszönhető egyrészt a befordítónak, a lehámozott résznek és ezeknek a kis szilikon csövecskéknek, amelyek még agresszívebbé teszik a horog fordulását. A horog az jelen pillanatban egy hosszú szárú, azaz longshank horog, kettes méretben, egyébként a kettes mérethez képest viszonylag picike öble van, amelyre ráakasztok még egy nagyobb mennyiségű csali csomagot. Ez 6 darab bojlit jelent. Azt vettem észre, hogy ha a horog mellett csak 1-2 vagy maximum 3 darab van, sokkal később találja meg a hal, mint hogyha többet rakok mellé. Valószínűleg itt a Dunán nem annyira finnyes a ponty, mint a tavakban, ahol láthatunk víz alatti felvételeket, hogy fölvesz egy bojlit a ponty, és utána arrébb buszkál, és el is megy nagyon sok esetben. Itt valószínűleg az történik, hogy mikor megtalál egy nagyobb mennyiségű bojlit, akkor idézőjelesen megürül neki, és az összeset felszedegeti ott egy helyről, mert abszolút az jött le, hogy minél többet rakok a horog mellett lévő csali mellé, pévia zsinoron, annál gyorsabban jön a kapás. Éppen a másik botot akartam kitekerni, mert volt egy beleúszás vagy kapás, nem tudtam eldönteni, nem akartam behagyni a végszereléket, de akartam nézni, hogy biztos hegyes-e a horog, minden jó-e rajta, és miközben tekertem azt ki, közben elhúzta ezt a botot. Nagyon sok ilyen nyurga formájú tőpontot sikerült már fognom. Nagyon komoly harcosok általában. Ő most egy kicsit gyengébb volt. Meg is lepődtem, olyan könnyedén kitekertem, de utána azért a partnál elindult egyszer-kétszer úgy, mintha egy amúr lenne körülbelül. Ezekkel a hosszú testükkel nagyon nagy erőt tudnak kifejteni. Ez picit nagyobb halnak tűnik az előzőnél. Jaj, be akar menni a mederbe, megpróbálom visszatartani. Tömör gyönyör. Ennek a halnak a hasán jól látszódik, hogy ívási időszak után vagyunk. Teljesen be van esve. És vannak rajta sérülések is, amit valószínű hívás közben szerzett. Mindkét oldalon pikkely hibák, még frissek. A spomnak a távolságát már kimértem, amivel letettem, és most a botot is hozzáhúzom. Világos zöld fonodzsinórból kötöttem ide egy jelölést, és fehér zsinórjelölő filccel meghúzom a zsinort. Fonodzsinórról nagyon hamar lekopik ez a jelölés, kb. 5-6 dobás után, ezért nagyon fontos, hogy ilyen fonodzsinóros jelölést is mindig kössek, úgyhogy ezt soha nem is mulasztom el. Jól látszódik itt az olmon, hogy milyen kemény talajra horgászom. Tiszta kő és kagyló az a rész, ezért is járnak oda a pontyok táplálkozni. Szinte szétvagdossa az olmot. És pontosan ezért van szükségem 142 g-os olmokra, tehát jó, nagy és nehéz olmokra, mert kemény talajon minél nehezebb súlyt használunk, annál könnyebben behúzza a vastagkosú horgot a hal szájába.
Tehát minél nehezebb, annál jobb. Viszont itt a botnak is van egy dobosúly határa. Ez a 142 g-os inline ólom, amit tudok használni. Ezt még meg tudom rakni PVA-val, és ezt még biztonsággal el tudom dobni ezzel a bottal. Tökéletesen működik. Na hát ilyen szerencsém se volt még talán soha. Az egyik szerelékemen kapás volt, az egyik botomon, odaszaladtam, de addigra elvágta a zsinort valami, útközben, gondolom kagyló valószínűleg, és utána a másik botomon is kapás lett, és ahogy elvágta, beleakadta a szerelékem a másik botomnak a horgába, és így fárasztottam ki ezt a pontyot. De még szerencsemre így megmenekül attól, hogy magával vigyen egy szereléket. Az áradás a pontja két vágyának jót tesz, viszont az orsó meg a jelző nem díjazza annyira a vizet, úgyhogy most ki kell, hogy vegyem mind a két leszúrót, és hátrébb kell, hogy szúrjam. Az első kerül a hátsó botvilla helyére. Szép egészséges hal, jó kis gyomra van ahhoz képest, hogy viszonylag hosszúkás. Ismét egy fantasztikus horgászatban volt részem szeretett Dunámon. Egyrészt ez köszönhető volt annak, hogy a tasi részre az ivási időszak környékén bejárkáltak a nagypontyok, másrészt pedig a csalinak, hiszen a BCM plusz bojli brutálisan működik vadvizen, és ezt ismét bizonyította. Hihetetlen érzés volt ismételten a kezemben tartani egy dunai 20 kg feletti pontyot, ráadásul egy ilyen gyönyörű, sötét színezetű vad példányt. Remélem, ti is legalább annyira élveztétek ezt a filmet, mint én a tasi horgászatot. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!